így is lehet kerékpározni 60-ban. Köszöntöm a 60 TV nézőit! Önök a Hello 60 legújabb adását látják, a Sportstuff Racing pályáján vagyunk, és mai műsorunkból kiderül, hogy milyen a kerékpáros közösség a településen. Emlékszel az első szaltóra, amit megpróbáltál a biciklivel? Emlékszek, így van. Két kerékre érkeztél? Igen. 2006-ban volt az első szaltóm még kint a Sákútnál a biciklipályán. Akkor ott bicikliztünk sokat a srácokkal. És izgulsz még, amikor odaállsz a pálya elejére? Van az emberben egy kis félelem, adrenalin, vagy ezt már lehet teljesen természetesen űzni egy idő után? Hát szerintem mindenki azért űzi, hogy legyen adrenalin. Szóval mindig van egy kicsit, mindig fél mindenki. Kiszámíthatatlan a pálya, igazából jöhet egy széllökés, jöhet bármi. Szóval ott kell lenni agyba, nagyon. Erről a pályáról mit lehet tudni? Azt azért mindenféleképpen látjuk, bár mondtad, hogy vannak könnyű és nehezebb szakaszok, hogy ehhez egy ásó és egy talicska nem volt elég, hogy megcsináljátok. Hát igen, nem volt elég, így van. Hát kezdésnek először a fakitermeléssel kezdtük, aztán, hogy felszabadult a terület, utána agyaltunk, hogy mit is lehetne itt csinálni. Ugye elég meredek ez a telek, és akkor így jött ezek az ötletek, így jöttek sorba szépen lassan, folyamatosan épültek fel egymás után a pályák. Első körben ez a dirt részleg a Daniék találták ki, hogy legyen egy nagyon durva, ez mindenképpen kell. És akkor ki meg, ugye persze természetesen mellé egy szerettünk volna egy szolidabb részt is levezetőnek, és minden mellett ilyen gyakorló kis pumpapályát, és akkor ugye a versenyek megrendezési céljából ez a hely végül is erre a kicsi kis dual pályára, dual szalom nevezetű pályára volt lehetőség, hogy ezt megcsináljuk. Úgyhogy ezt hoztuk itt össze, ami elég jól sikerült. Tehát azt lehet mondani, hogy itt akár országos szinten is számító versenyeket lehet csinálni, vagy inkább kisebb egyesületen belüli megméretetésekre való jobban? Aha. Hát igen, ez azért országosnak nem mondanám, ha az elég rövid ez a pálya, de egy ilyen hobbi szintű, illetve ilyen egyesületek között esetleg egy ilyen kis eldöntés, hogy ilyen kis baráti futamok levezetésére használjuk ezt. Tavaly kezdtük először, akkor készült az a dual rész pontosan, és akkor volt az első ilyen megmérettetésünk, és elég jól sikerült, 2-3 egyesületen belül egy ilyen jó kis csoki kupát hoztunk össze, úgy szoktuk mi ezt hívni egymás között. Igazándiból nagyon nagy tétje nincsen, inkább az, hogy ki a legügyesebb, leggyorsabb ezen a pályán. Mindenki erősítette itt magát, sokat lapátoltunk, a gépmunkában is kaptunk segítséget, úgyhogy egy jó kis munka volt, így van. És most kezd, még most is van sok munka hátra, de kezd kialakulni egy olyan pálya, ahol már akár színvonalasabb versenyeket is lehetne rendezni. És azt pedig mondhatjuk, hogy akkor ez a pálya itt, ez dirt pályának számít, ahol most állunk? Így van, dirt és dual slalom pálya. És hogyan indult ez, hogy ti ezt ide kialakítsátok? Hát rendkívül profi kialakítást láthatunk egyébként, egészen hihetetlen, hogy néhány kerékpárversenyző ezt tudta alkotni.
hát sok lapát, munka, sok idő, meg próbálkoztunk mindennel, hogy minden jobb helyen tudjunk biciklizni, tudjunk fejlődni, mert az muszáj, hogy egy jó pálya legyen. Magyarországon sajnos elég kevés az, ahol tudsz gyakorolni, és megtaláltuk Olivért, mondta, hogy lehetne itt ásni, lehetne ilyeneket csinálni, aztán pár sráccal nekifogtunk lapáttal, meg egy kis gépi segítséggel, aztán összeraktuk itt a pályát. És a végeredményt láthatjuk? Hát olyan sose lesz. Egy dirt pályán sosincs olyan, hogy végeredmény. Ezt mindig faragni kell, mindig munkálkodni kell vele, mindig ütni kell, mindig lapátolni, locsolni, hogy jó legyen. Hogyan indult egyébként ez a kerékpáros egyesület, még arra emlékszel, amikor megalakítottátok? Hát az egész indulás az érdekes volt, mert benne voltunk ketten az alapító tagok egy másik egyesületbe, és akkor nagyon nem tetszettek a dolgok nekünk, és úgy döntöttünk, hogy inkább jobb az, hogyha baráti körből csinálunk egy, úgymond egy másikat, ami a sajátunk az igazi, és meg közeli is, mert 60-i. Úgyhogy kitaláltuk, hogy ilyen még nincsen 60-ban. Jó lenne csinálni egy ilyen baráti társaság alapján egy ilyet. Úgyhogy így kezdődött az egész, 2 éve. És mi volt a kiemelt célotok, amikor elkezdtétek? Hát mindenképpen elsősorban a baráti társaságot összetartani. Egy ilyen 10-15-20 fő alapítótaggal. Közös bringázások, hobbi bringázások, közös versenyek, mountain bike maraton versenyek. Ki mit akar, ki mit szeret. Családi túrák, kerékpáros túrák, akár gyerekekkel, amit gyakorlatilag most is csinálunk. Ez volt itt a fő indulási. Aztán, hogy legyen egy konkrét csapata a downhill-es szakágnak, hogy el tudunk indulni, tehát hogy mégis egy egyesület nevébe tudunk indulni. Ilyen széles a spektrum egyébként az egyesület kapcsán? Igen, hát mi főleg mountain bike-kal foglalkozunk, a kerékpározáson belül a mountain bike fő, és azon belül is elég sok szakág van. Igazándiból az alapítás az úgy indult, hogy a downhill elkezdődött, ami kimondottan egy ilyen erős lejtőzős szakága a mountain bike-nak. Aztán ugye nyilván nem mindenki csinálja ezt. Rengeteg a hobbista és rengeteg, aki ambiciózus versenyző, úgyhogy elkezdtünk így mountain bike maratonokon is indulni. Eleinte elég nagy létszámmal, jelenleg nem olyan nagy létszámmal indulunk, de mindig van állandó indulónk, úgyhogy azt mondom, hogy ez is folyamatos ez a mountain bike versenyek. Hát itt ezek a top maratonokra gondolok kimondottan, de azon kívül is vannak még maratonok, amiken el szoktunk indulni. És mi van azokkal, akik a kerékpározásnak a kevésbé bátor változatát szeretnék használni, és mondjuk nem ilyen meredek pályákon ugratva? Igen. Hát igen, ez a pálya végül is azért is épült, hogy mindenki, úgy kezdtük az egészet, hogy legyen egy durva része is, és legyen egy nagyon finom kezdő része is, pontosan ezeknek az embereknek, akik most ismerkednek, vagy most szeretnének ismerkedni ezzel a résszel, és hát szerintem van mindenféle pályarendszer itt kiépítve, úgyhogy lehet gyakorolni, lehet kezdőknek, lehet itt indulni. Aki szereti ezt a mountain bike-ozást, természetesen még mindig a mountain bike-ról beszélünk. Aztán van egy olyanunk is, hogy ez a túrák, ezeket nem hagytuk abba, minden héten szinte túrázgatunk, így egyesületen belül, vagy ismerősök. És akkor oda bárki mehet, hogyha nincsen profi biciklia, akkor is? Bárki jöhet, szeretettel várunk bárkit, most már idéntől nyitott eltettük, tehát a városból bárkit szívesen várunk, aki szeret kerékpározni, biciklizni, meg szeretné ismerni 60 környékét, ilyen városkerülő túrákat szervezünk, úgyhogy ez a résznek is, vagy aki esetleg nem szeretne itt megtanulni biciklizni, őnekik is szerveztünk, tehát kitaláltuk ezt a részét, hogy ne csak mi, ez a szűk baráti társaság kerékpározzon, hanem gyakorlatilag aki szeretne, bárki szívesen csatlakozhat a városba hozzánk. Te mikor kezdted a bringázásnak ezt a formáját? 2006-ban, amikor még volt magyar kupa sorozat DH-ból, én akkor kezdtem el DH-zni, 26 évesen, aztán idehaza elég
visszaszorult ez a lehetősége ennek a sportnak. 2009-ig egy gyöngyösi egyesületbe bicikliztünk, az egész csapat, inkább csak DH szakákban. Aztán 2011-ben döntöttünk úgy, hogy van annyi 60-i srác, környékbeli, akivel alakítottunk egy saját egyesületet, itt 60-ban, Sportstaff Racing néven, és akkor több szakában indultunk el. Downhill mellett cross country, maraton szakágokban is elindultunk. 2013-ban volt a legsikeresebb, úgymond legsikeresebb évünk, akkor 5 igazolt versenyzőnk volt. Külföldön is indultunk több versenyen. Aztán megint egy kis visszalépést tapasztaltunk itt a hazai sportéletben. Aztán most úgy néz ki, hogy megint. Le van maradva beindul a magyar sport ezen a területen szerinted? Le. Nagyon le vagyunk maradva. Ennek több oka van, a lehetőségek, a környezet. Nem ennek a lejtős szakágnak kedvez az itthoni terepviszonyok, viszont lelkes csapattal mindenhol lehet egy ilyen kis dombon is nagyon jó kis pályát összehozni. Itt is azt látjuk, hogy sokan vagyunk sokfélék, de összehoztuk ezt, hát látjátok, mennyire változatos itt is ezen a kis területen. A kerékpár úgy tűnik, hogy most az utóbbi években ismét reneszánszát éli. A hobbi kerékpárosok körében ti tapasztaljátok, hogy egyre többen csatlakoznak mondjuk túrákhoz, vagy kisebb ilyen kerékpártúrákhoz? Ez látszódik? Vagy itt a versenyvonalon, amivel ti foglalkoztok, annyira nem látszódik ez? Minden szinten szerintem az látszik, hogy fejlődésnek indult elég nagy ütemben. Szerintem egyre több kerékpár fogy a boltokból. Látszik is, egyre többen vannak a bringások. Bár ez a durvuló szakág úgymond, ez azért annyira nem olyan elterjedő, tehát ez tényleg igazándiból technikás emberkék valók, akik ezt nagyon szeretik és nagyon élvezik. Ezt kiknek ajánlott? Kik kezdenek bele egyébként az ilyet? Vannak mindenféle pályák, ugye el lehet kezdeni egy amatőr szinten is. Akik segítetek ebben? Egyébként, ha valaki ide lejön, megkeres ideket, lejön egy mountain biker, akkor kerékpár választásba, technikába kérhet tanácsot? Nyugodtan, minden válunk rendelkezésre. De igazándiból bárki feljön ide, eleve nyitott is a kapu, tehát be lehet jönni, nem vagyunk bezárva. Használhatja természetesen mindenki saját felelősségére, de bármiben tudunk, szinte mindenben tudunk segíteni, akár a gumikiválasztástól kezdve, hogyan kezdje a technikákat fejleszteni. Tehát így a legapróbb részletekig szerintem mindenben. Aztán ugye nyilván szakágra akar, tehát ki milyen szakágon akarja folytatni ezt a kerékpározást, ugye az az ember majd segít neki a részletekben, hogy majd dirthöz például mi kell, milyen bicikli kell, milyen gumi kell, ugyanúgy szintén egy ilyen enduro jellegű, vagy mi az, ami szükséges egy ilyen dual pályán, hogy jól menjen, gyorsan menjen. Azt látjuk, hogy nem két olyan bringával állunk szembe, amelyet általában munkába járásra használnak az emberek. Milyen ág ez a kerékpározásnak, amit ti tisztök? Hát itt most kétféle biciklit láthatunk. Ez a zöld, fekete, ez egy downhill kerékpár, inkább ilyen hegyi biciklizések, lejtő lefelé, sziklás, gyökeres ösvényeken jönnek le a fiúk. Ez a bicikli fel van szerelve első és hátsó rugózással, valamint első hátsó fék és egy hátsó váltó. Láncterelők szoktak használni azért, amikor pattog lefelé a sziklán a bicikli, hogy a lánc ne essen le, úgyhogy tudjanak tekerni. Mitől speciálisak egyébként például akár a fékek, akár a váltó? Gondolom, hogy itt sem mindegy, hogy miért választunk. Így van. Hát itt a fékekben nagyobb tárcsát használnak, a nagyobb fékezőerő miatt, hogy megfogja a srácokat lefelé a lejtőn. Ezek olajos tárcsafékek, rugózásnál az a lényeg, hogy minél nagyobbat mozogjon a villa, pont azért, hogy kiküszöbölje a gyökereket, sziklákat, vízmosásokat, nagyobb ugratókat. A pedálnál jó, hogyha például szöges fémpedált használnak, hogy ne csúszol le a lábuk a srácoknak. Széles kormány jellemzi ezt a biciklit, könnyebb irányítás miatt. A versenyek hogyan zajlanak az ilyen, vagy ebben a sportágban? Hát a downhill kategóriában egyesével indulnak lefelé a versenyzők. Van egy időmérő futam náluk, ami alapján besorolják a embereket különböző csoportokba. Például egy profi vagy amatőr kategória, aztán pedig van egy futam, ahol úgymond mérik az idejét, és a rajtnál elindítják a stoppert, aztán pedig a szélnál megállítják, és annak a függvényében dől el, hogy ki nyeri meg a futamot. És ez pedig a te bringád, ugye a másik? Így van, ez egy dirt bicikli. Sokban különbözik a downhill kategóriától. Nála csak első teleszkópot
használunk, csak hátsó fék szükséges, váltó sincs rajta, mivel hogy mi nem kell az, hogy tudjunk váltani igazából, mert nekünk van egy indítunk, mint például, amit itt is lehet látni az ugratókon. Ezzel nagyokat ugrálunk, inkább az a lényeg, hogy sima legyen a talaj, nem ilyen sziklás, az a gumin is látszik, hogy nem olyan ricskös, mint az előző biciklink. Hogyan lehet belefogni ebbe a sportágba? Azt látjuk, hogy nem veszélytelen. Szaltóztál is az imént, illetve a pálya is kifejezetten bonyolultnak mondható annak az embernek, aki még például nem próbált ilyen nehézségű pályán legurulni, vagy csak mondjuk az aszfalton használja a kerékpárját. Hát rengeteg gyakorlás, rengeteg kitartó idő, és időt kell rá számni erre a sportágra. Nem veszélytelen egy-egy trükk begyakorlása, sokat esünk, kelünk, de sajnos benne van. Miskolcon van egy olyan lehetőség, hogy szivas gödörbe tudunk ugrálni, ahol nem tudjuk ott megütni, ezért ott tudjuk gyakorolni a trükköket, aztán pedig rá tudjuk vinni élesbe az ugratókra, és ott gyakoroljuk őket. Azt gondolom, senkinek se ajánlott, hogy magától egyszer csak elkezdjen megpróbálni szaltózni a biciklével. Hát semmiféleképpen nem. Sisak mindenféleképpen legyen az embereken, térdvédő, sípcsontvédő, én a bokamerevítőt is ajánlom, mert nekem már elég rossz a bokám, párszor kiment. Te indulsz hasonló versenyeken? Tavaly indultam, pár versenyen, aztán volt egy nagyobb balesetem, amiatt kihagytam. Idén még nem voltam versenyen. De csak hogy Olivértől itt az egyesület vezetétől azt hallottuk, hogy az országban azért te kifejezetten hatékony művelőjének számítasz. Szoktam járni, igen, ország szerte. I can't get no sleep. Nagyon érdekes, nem tudom, hogy van-e másik ilyen egyesület, ahol ennyire együtt vagyunk a többi szakággal, tehát amikor DH versenyre megyünk, akkor a cross country sok jönnek el nekünk segíteni, vinni, hozni. Ha cross country versenyre megyünk, akkor mi segítünk a srácoknak. Úgyhogy mi nagyon egyben vagyunk az egész csapat. Talán ez is a titka, hogy ilyen jó társaság van, és próbáljuk egymást segíteni. Hol lehet titeket megtalálni, hogyha valaki csatlakozni szeretne, tanácsot kérni tőletek? Hát van Facebook oldalunk, ott lehet jelentkezni, ott is akár, vagy személyesen. Igazándiból ezeken a szervezett kerékpártúrákon, amiket most indítottunk idén, ezt elég szépen hirdeti a 60 TV, hál' Istennek, köszönjük nekik. És ott is vannak címek, e-mail címek, telefonszámok, Facebook, úgyhogy akár ott is. Vagy Lénárd Ferencnél a Bringa Service-ből is, ott ő állandó nyitott kerékpáros részlegünk, úgyhogy ott szinte lehet jelentkezni. Esetleg bármivel tudunk segíteni, mert szükséges. Kedves nézőink, ha valaki egy kis adrenalinra vágyik, annak mindenképpen ajánlom a 60-i kerékpárosok által épített pályát.
Önök a Hello 60-t látták, ne feledjék, két hét múlva ismét beköszönünk, viszontlátásra!